Csak nem akart megszületni a vezető gól. A haladásnak azonban az első helyzetéből összejött ez. A második félidőben, az 53. percben Árz bólintása után a szombathelyiek beveszik ellenfelük kapuját, és megszerzik a vezetést. Rácz nagyszerűen adta középre a szögletet, Árz pedig kibújt a szorításból, és a holland játékos szépen bólintott a hálóba, megszerezve ezzel első gólját az NB1-es bajnokságban.